Vadonatúj homokanimáció villant fel az épületeken a Széchenyi téren, hagyományosan rövid ünnepséggel és a díszkivilágítás felkapcsolásával indult hivatalosan az adventi programsorozat a városban. A történelmi egyházak képviselői az advent lelkiségéről beszéltek, majd a Liszt Ferenc Zeneiskola kórusa karácsonyi dalokkal teremtette meg az ünnepi hangulatot. Gyönyörű városunk van, mégis a különleges fényekkel meghitt hangulatot tudunk teremteni, mondta köszöntőjében Borkai Zsolt polgármester. Amikor ide érkeztem a Széchenyi térre, úgy gondoltam, hogy egy mesevárosba jöttem. Viszont a Közép-Európa egyik legszebb barokk terén a kivilágított épületek, a sokaság, a megjelent vendégek, a győriek, mind-mind valami, talán egy kicsit várakozással tekintenek az elkövetkező hetekbe. Azzal is tisztában vagyok, hogy ahhoz, hogy az adventi időszak egy kicsit felemelő legyen, ezért szükséges az, hogy ezt a várost egy kicsit feldíszítsük. Győr Európa kulturális fővárosa szeretne lenni 2023-ban, a végeredmény néhány héten belül kiderül, hangzott el. Az is biztos, hogy igyekeztünk a négy évszak fesztivál keretein belül így télen is olyan programsorozatot idehozni, ami bemutatja ennek a városnak az értékét és szépségét. Mi győriek és a vendégek bizonyára már tudják, hogy nagy csatában vagyunk, hiszen igen, Európa kulturális fővárosa szeretnénk lenni 2023-ban, és ezért még nagyon-nagyon sok kollégámnak, nagyon sok embernek azért kell dolgoznia, hogy december 14-én az eredményhirdetéskor Budapesten Győr városát jelöljék meg Európa kulturális fővárosának. Igen, ez még egy nagy csata, de én azt gondolom, hogy a munka mellett most már egy kicsit talán a szórakozásé, a meghitt pillanaté az időszak. Borkai Zsolt átadta a város ezüst emlékérmét a Vilkor Kft. Két képviselőinek. A cégnek köszönhető, hogy Győr advent időszakában ünnepi fényárban úszik. Az új animációs fényjátékot is bemutatták a nagy közönségnek, amely idén csak úgy, mint a díszkivilágítás, új elemekkel gazdagodott.